Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol a mai videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a topligák legfontosabb hétvégi eseményeiről. A Paris Saint-Germain egy nem túl eseménydús meccsen 1-0-ás győzelmet aratott hazai pályán a Rennes ellen, a francia bajnokság 24. fordulójának pénteki nyitó meccsén. A múlt héten piacra dobott a Chicago Bulls kosár csapatának 90-es évekbeli mezéből vett design elemeket tartalmazó, 4. számú szerelésükben pályára lépő párizsiak alig hanem már a keddi Real elleni BL mérkőzésre tartalékoltak, mert ezen a meccsen igencsak visszafogott teljesítményen rukkoltak elő. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a 97 percig elhúzódó találkozón csupán egyetlen kaput eltaláló lövést tudtak felmutatni, és arra is a 93. minutumig kellett várni, igaz az olyan jól sikerült, hogy 3 pontot ért a számukra. A győzelmet érő gólt a Lionel Messi átadásából betaláló Kylian Mbappé jegyezte, akinek találatai ebben a szezonban már 19 pontot hoztak a fővárosiak konyhájára a Ligönben, ami a legjobb ilyen jellegű mutatónak számít a bajnokságban. További érdekesség, hogy a PSG az összes, szám szerint 41 eddigi olyan hazai meccsét megnyerte, amelyen a 23 éves világbajnok csatár betalált. A párizsiak ezzel a sikerrel 15 meccsesre nyújtották a veretlenségi szériájukat a bajnokságban, és az 59 megszerzett pontjuknak köszönhetően továbbra is magabiztosan 13 pontos előnnyel vezetik a tabellát a második pozíciót elfoglaló Olympique Marseille előtt, míg a harmadik helyet a 42 egységgel rendelkező Nice, a negyediket pedig a 41 pontos Strasbourg foglalja el. A góllövő listát pedig továbbra is a Monaco 14 találatos csatára, Wissam Ben Yedder vezeti, megelőzve két, egyaránt 12-12 gólt jegyző támadót, a Paris Saint-Germain erősítő Kylian Mbappé-t és a Lille Jonathan David-et. A Gulácsival és Willi Orbánnal felálló, majd a 70. perctől Szoboszlai Dominiket is a soraiban tudó RB Leipzig magabiztos 3-1-es győzelmet ért el az Erste FC Köln ellen a Bundesliga 22. fordulójának péntek esti nyitó meccsén. A hazaiak főleg az első egy órában játszottak nagyszerűen, és ez idő alatt 3-szor is bevették a vendégek kapuját, gyorsan eldöntve így a 3 pont sorsát. Christopher Nkunku az első félidő derekán szabadrúgásból, Dani Olmo az 54. percben egy távoli balalsó sarkos bombából, az 57. minutumban pedig Angelinho egy villámgyors kontratámadás végén volt eredményes. Így Tim Lemperle 91. percben szerzett találata már csak az eredmény kozmetikázására volt elég a Köln részéről. A címvédő Bayern München hatalmas meglepetésre súlyos 4-2-es vereségbe futott bele az újonc Bochum otthonában, amelyet ősszel 7-0-ra páholtak el odahaza a bajorok. Pedig a müncheniek ezt a meccset is kiválóan kezdték, és úgy tűnt, hogy ismét gólparádét rendeznek, elvégre Robert Lewandowski találatával már a 9. percben előnybe kerültek. Ekkor alig, hanem kevesen gondolták volna, hogy a szünetre majd 3 gólos hazai előnnyel vonulhatnak pihenőre a csapatok, pedig éppen ez történt. Az extázisban futballozó Bochum ugyanis egy gyors akció végén Christopher Antwi Adjei találatával már a 14. percben egyenlíteni tudott, majd a 38. és a 44. minutum között Jürgen Lokadia, Christian Gamboa, illetve Gerrit Holtmann révén további 3 alkalommal is bevette a bajor csapat kapuját, amely az 1975-76-os szezon óta először kapott 4 gólt az első félidőben a Bundesligában. És bár a Bayern a második játékrészben hatalmas erőket mozgósított annak érdekében, hogy visszajöjjön a meccsbe, Lewandowski 75. percben lőtt gólján kívül nem sikerült többször betalálnia a hősiesen védekező Bochum kapujába, amely így 4-2-re megnyerte a meccset, véget vetve ezzel a Bayern 2010. augusztusa óta fennálló újonc csapatok elleni veretlenségi szériájának. A müncheniek első számú üldözője a Borussia Dortmund viszont hozta a kötelezőt, és a találkozón duplázni tudó Marco Reus vezérletével simán 3-0-ra verte idegenben az Union Berlint. A BVB csapatkapitánya a 18. percben jegyezte az első gólját, ezzel szerzett vezetést a vendégcsapat, majd ő volt az, aki mindössze 7 minutummal később a 25. percben megduplázta a sárga-feketék előnyét, megszerezve ezzel pályafutása 21. Bundesliga dupláját. Reus egyébként 2019. december óta először tudott 2 gólt szerezni egy bajnoki meccsen belül a Dortmundban, amely a 71. percben a jókor jó helyen lévő Rafael Guerreiro lesi puskás találatával döntött el végleg a 3 pont sorsát, alaposan elrontva ezzel Séfer András debütálását, aki a 78. percben csereként lépett pályára az Unionban, amely története során először kapott ki a Bundesligában a Ruhr-vidéki alakulattól.
Veresége ellenére a tabellát továbbra is az 52 pontos Bayern München vezeti, méghozzá megnyugtatónak mondható 6 pontos előnnyel a második helyezett Dortmunddal szemben, míg a dobogó legalsó fokát a Stuttgart 4-2-es kiütésével a győzelmi szériáját 4 meccsesre növelő 41 pontos Bayer Leverkusen, a negyedik helyet pedig immár a 34 egységgel rendelkező RB Leipzig foglalja el, amely a szezon során először van ott a Bundesligában a top 4-ben. A góllövő listát pedig továbbra is a Bayern München immáron 26 találatos támadója, Robert Lewandowski vezeti, akinek egyébként ugyanennyi találata volt az előző szezon ezen szakaszában is, amely során ugyebár megdöntötte Gerd Müllernek az egyidényben szerzett megdönthetetlennek hit 40 gólos Bundesliga rekordját. Igazságosnak mondható 1-1-es döntetlennel ért véget az olasz bajnokság 25. fordulójának csúcsrangadója, a Napoli-Inter összecsapás. A találkozó első félideje egyértelműen a hazaiaké volt, akik a Viktor Osimhen által kiharcolt büntetőt gólra váltó Lorenzo Insigne révén már a 7. percben előnybe kerültek, véget vetve ezzel az Inter idegenbeli 440 perc óta tartó kapott gól nélküli sorozatának. A Napoli csapatkapitányának ez volt egyébként a 6. bajnoki találata a mostani szezonban, és mindegyiküket büntetőből szerezte. Ráadásul ezzel a találattal megelőzte a déliek örök góllövő listáján a Nápolyban istenként tisztelt Diego Maradonát. A második félidő első felében viszont az Inter akarata érvényesült, és Edin Dzeko találatával a 47. percben össze is jött az egyenlítés a vendégeknek, akik játékán ezt követően jól látszott, hogy az egy pont tökéletesen megfelel a számukra, és ezt végül sikeresen is abszolválták. Ennek a döntetlennek pedig a fordulót megelőzően a harmadik helyen álló AC Milánnál örültek a legjobban, amely a Sampdoria 1-0-ás hazai legyőzésével élni is tudott a két rivális által felkínált lehetőséggel. A piros-feketék nagyon korán, már a 8. percben belőtték a mindent eldöntő találatot. Ekkor a kapus Mike Maignan indította a bal szélen meglóduló Rafael Leaót, aki miután a védőjét könnyedén faképnél hagyta, magabiztosan helyezett a Samp kapujának jobb alsó sarkába, góllal téve emlékezetessé a 100. tétmeccsét a piros-fekete szerelésben. Ami pedig az asszisztot jegyző Maignant illeti, utoljára 2006-ban adott Milán kapus gólpaszt a bajnokságban, akkor a brazil Dida kidobása után Filippo Inzaghi talált be egy Ascoli elleni mérkőzésen. A takaréklángon égő Milán ezt követően is uralta a meccset, és ha a vendégek kapusa nem mutat be több nagyobb védést is a mérkőzés folyamán, akkor sokkal nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna, a kapura semmiféle veszélyt nem jelentő Sampdoria ellen. Akárcsak a Napoli-Inter, úgy a forduló másik rangadója, az Atalanta-Juventus összecsapás is 1-1-es döntetlenre végződött. A találkozó nagy részében a vendégcsapat játszott veszélyesebben, ennek ellenére a hosszabbítás utolsó percéig úgy tűnt, hogy a Juventus pont nélkül távozhat Bergamóból. A hazai csapat ugyanis Ruslan Malinovski csodálatos szabadrúgás góljával a 75. percben előnybe került, amelyet a 92. minutumig magabiztosan is őrzött. Ekkor azonban Paulo Dybala jobboldali szöglete után a jobb hátvéd Danilo egy szép fejessel egyenlíteni tudott, így a zebráknak a vereséget legalább sikerült elkerülniük. A pontjainak a számát 46-ra növelő Juventus így megőrizte a 4. helyét a tabellán, amit immár az 55 pontos AC Milán vezet, amely a 3 pontos rendszer 1994-es bevezetése óta csak egyszer, a 2003-2004-es idényben tudott ennél több pontot begyűjteni az első 25 fordulóban. Akkor egyébként 64 pontjuk volt, 25 meccs után, és a szezon végén bajnoki címet ünnepelhettek. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy a második helyen álló 54 pontos Inter egy meccsel kevesebbet játszott a piros-feketékhez képest, vagyis a vesztett pontok tekintetében továbbra is a kék-feketék vezetik a Serie A tabelláját. Ami pedig a góllövő listát illeti, a Bologna ellen szerzett újabb góljának köszönhetően azt immár egyedül a Lazio 19 találatos csatára Ciro Immobile vezeti, egy góllal megelőzve a Juventus csatárát Dusan Vlahovicsot. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Újabb csalódást keltő teljesítménnyel rukkolt elő a Manchester United, amelynek erejéből csak 1-1-es döntetlenre futotta odahaza a Southampton ellen a Premier League 25. fordulójában.
Pedig nem kezdődött rosszul a meccs a vörös ördögök számára, hiszen a Marcus Rashford passzát gólra váltó Jadon Sancho révén már a 21. percben előnybe kerültek. A tavaly nyáron a Dortmundtól leigazolt szélsőnek ez volt az első gólja az Old Traffordon, melyet követően azonban a szentek kerültek fölénybe, akiknek a 48. percben Shea Adams góljával sikerült is kiegyenlíteniük, sőt, később a vezető gól megszerzéséhez is többször közel álltak. Ugyanakkor a meccs utolsó zicserét egy Manchester United játékos, nevezetesen Harry Maguire hagyta ki, akinek közeli fejesét a vendége kapusa hatalmas bravúrral hárította. Ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy a United sorozatban a második 1-1-es döntetlenjét játszotta a bajnokságban, legutóbb ugyanis a Burnley ellen is ilyen eredményt ért el, ráadásul a forgatókönyv mindkét meccsen ugyanaz volt. Vagyis hiába vezetett a félidőben, a győzelmet végül nem sikerült megszereznie. Ehhez fogható egyébként ezt megelőzően eddig csupán egyszer, 1998. decemberében fordult elő a Uniteddel a Premier League-ben. A vörös ördögök legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo pedig immár 6 tétmeccs óta nem talált be a kapuba, amelyhez fogható rossz szériája legutóbb a 2008-2009-es idényben volt a portugálnak, aki akkor december és január között sorozatban 7 találkozón nem tudott eredményes lenni. A városi rivális Manchester City viszont a Norwich idegenbeli 4-0-ás legyőzésével simán hozta a kötelezőt, ebben a sikerben pedig elévülhetetlen érdemei voltak Raheem Sterlingnek, aki mester 3-as szerzett a találkozón. A pályafutása 7. tripláját jegyző angol válogatott szélső mellett pedig még Phil Foden volt eredményes a City részéről, amely ezzel a győzelemmel 15 meccsesre nyújtotta a veretlenségi szériáját a Premier League-ben. Ha nem is ilyen simán, de győzött a Liverpool is, amely a meglepően bátran játszó és a mérkőzés folyamán több nagy lehetőséget is kidolgozó sereghajtó Burnley-t verte idegenben 1-0-ra. A vendégek támadójátékának minőségéről sok mindent elárul, hogy a győzelmet érő góljukat a védekező középpályás Fabinho szerezte, aki a 40. percben Trent Alexander-Arnold baloldali szöglete után talált közelről a hálóba. A Liverpool ezzel sorozatban a 4. győzelmét aratta a bajnokságban, és az 54 megszerzett pontjával továbbra is a 2. helyet foglalja el a tabellán, amit az immár 63 egységgel rendelkező Manchester City vezet, amely azonban egy meccsel többet játszott a vörösökhöz képest. A 3. helyet pedig az a 47 pontos Chelsea foglalja el, amely ebben a fordulóban nem lépett pályára, Thomas Tuchel legénysége ugyanis szombat este a klubvilágbajnokság döntőjében volt érdekelt, amelyet a brazil Palmeiras 2-1-es legyőzésével egyébként meg is nyert. A góllövő lista élén pedig továbbra is a Liverpool 16 találatos támadója Mohamed Salah áll, aki csapattársa a 12 gólos Diogo Jota és a Manchester City 10 találatot jegyző szélsője Raheem Sterling követ a sorban. A szezon eddigi talán legszórakoztatóbb meccsén az Atletico Madrid 4-3-ra nyert odahaza a Hetafe ellen a spanyol bajnokság 24. fordulójában. A találkozót a matracosok kezdték jobban, és akár már a 9. percben előnybe kerülhettek volna, azonban a vendégek kapusa hárítani tudta Luis Suárez büntetőjét, aki 2016. márciusa óta először rontott 11-est a La Ligában. A hazaiak lendületét ez azonban nem törte meg, evégre Ángel Correa 19. és Mateusz Cunha 27. percben szerzett találataival kétszer is bevették a Hetafe hálóját, és akkor mindenki azt hitte, hogy el is dőlt a 3 pont sorsa. A vendégek azonban másképp gondolták, és a 30. és a 42. minutunk között Borja Mayoral egyszer, Enes Unal pedig kétszer is megzörgette a hazaiak hálóját, vagyis a madridi kiscsapat megfordította az eredményt. Ezzel pedig a Hetafe lett az első együttes, amely az első félidőben 3 gólt is tud szerezni az Atletico Madrid ellen a 2017 óta üzemelő Wanda Metropolitano stadionban. Ugyanakkor a hazaiak Ángel Correa révén még a szünet előtt egyenlíteni tudtak, így lélektanilag ők várhatták valamivel kedvezőbb helyzetből a 2. félidőt. Az 58. percben azonban ez az előny semmissé vált, mert védőjük Felipe egy brutális szabálytalanság után a kiállítás sorsára jutott, így az utolsó bő fél órát 10 emberrel kellett lejátszaniuk. Ennek ellenére azonban mégis az Atletico szerzett újabb gólt, méghozzá az akrobatikus mozdulattal betaláló Mario Hermoso révén a 88. percben, ezzel a találattal pedig az ember hátrányban játszó hazaiak végül megnyerték a meccset. Az Atleti egyébként ebben a szezonban már 15 pontot szerzett hátrányból felállva, ami a legtöbb a La Liga mezőnyében, akárcsak az a 12 pont, amelyet a mérkőzések utolsó 5 perceiben szerzett találatoknak köszönhetően gyűjtöttek be. Ugyan a Villarreal-Real Madrid összecsapáson egyetlen gól sem született, azonban ezen a meccsen sem unatkozhattak a nézők, hiszen a két csapat meglehetősen sok helyzetet dolgozott és hagyott ki a mérkőzés folyamán.
Az első félidőben inkább a hazaiak játszottak veszélyesebben, akik Arnold Danjuma kapufájakor álltak a legközelebb a gólszerzéshez, míg a fordulás után már a Real dominált, és a királyok részéről Gareth Bale egymaga akár 3 gólt is szerezhetett volna. Ugyanakkor a legnagyobb Real helyzet az épp a Velszi helyére csereként beállt Luka Jovic nevéhez fűződött, aki a 92. percben egy emelés után a felső lécet találta telibe. Döntetlent játszott az FC Barcelona is, amely ráadásul csak egy utolsó pillanatokban szerzett góllal tudta 2-2-re menteni az Espanyol elleni idegenbeli katalán derbit. Pedig a találkozót a vendéggárda kezdte jobban, olyannyira, hogy az idénybeli első gólját szerző Pedri révén már 74 másodpercnyi játék után magához ragadta az előnyt. Ezzel a fiatal középpályás lett a Barcelona 18. különböző gólszerzője ebben a szezonban, ilyen mutatóval pedig egyetlen másik topligás csapat sem büszkélkedhet. A Barca ezt követően is dominált, azonban az Espanyol a 30. perctől kezdve egyre bátrabban játszott, és ennek a 40. minutumban meg is lett az eredménye, amikor is Sergi Darder egy 17 méterről leadott, szép jobblábas csavarással egalizálni tudott. Sőt, a 64. percben Raúl de Tomás is betalált a hazaiak részéről, méghozzá szünetben csereként beállt Eric García kapitális helyezkedési hibáját kihasználva, így bő egy órányi játék után már az Espanyol állt nyerésre. Érdekesség, hogy a 27 éves csatár ebben a szezonban mind a 3 spanyol gigász, a Barca, a Real és az Atletico kapuját is bevette hazai pályán, amire rajta kívül eddig csak 3 játékos, Darko Kovácsevics, Valeri Karpin és Diego Milito volt képes a La Liga 21. századi történetében. Sokáig úgy tűnt, hogy ezzel a találattal meg is nyeri a meccset az Espanyol, hiszen a Barca támadásai semmiféle veszélyt nem jelentettek a kapujára, ám a 96. percben érkezett a csereként beállt Luc de Jong, és a holland csatár Adama Traoré jobboldali beadása után befejelte a gránátvöröskékek egyenlítő találatát, így 2-2-vel zárult a meccs. Ez egyébként már a 10. fejes gólja volt ebben az idényben a Barcának, ami a legtöbb a La Liga mezőnyében. Pontvesztése ellenére a Barcelona a 39 megszerzett pontjával továbbra is a 4. helyet foglalja el a bajnokságban, amit az 54 egységgel rendelkező Real Madrid vezet, amelynek előnye ugyanakkor már csak 4 pont a fordulóban a Levantét 4-2-re legyőző Sevillával szemben, amelyet városi riválisa a 43 pontos Real Betis követ a sorban. A góllövő listát pedig továbbra is a Real Madrid 17 találatos támadója, Karim Benzema vezeti, 4 góllal megelőzve az Espanyol csatárát, Raúl de Tomást. Ezzel pedig a videónk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket a történésekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.